este 6 órakor a Budapesti Műszaki Egyetemen létrejött a MEFESZ, és mindegyik egyetem 15, 16, 17 pontban fogadta meg, foglalta össze ugyanazon követeléseket. A forradalom lángja ettől kezdve terjedt. Puding próbája az evés, ezért is döntött úgy az önkormányzat, ha már ezt a beruházást megterveztette és elkészítette, akkor a gyakorlatban is nézzük meg, hogy azok a kifogások, amelyek egyelőre a térképen látottak alapján fogalmazottak meg, hogy a valóságban is megállják-e a helyüket. Azt kell mondanom, hogy sajnos úgy nem lehetett volna a forgalmat csökkenteni, hogy abban a egy-két utcában, ahol ezt a lakók eredetileg igényelték, kénytelenek voltunk megterveztetni a teljes tömböt, de hát azért ez nem szentírás, hogyha most a lakosságnak konkrét határozott javaslatai lesznek tapasztalataik alapján, akkor arról a képviselő testület dönteni fog és változtat a most tesztjelleggel kialakított helyzeten. A 2017. októberében bejelentett átfogó fejlesztési terv, az Egészséges Budapest program keretében megvalósuló fejlesztések a kórház teljes kubatúráját, illetve eszközállományát érintik. Ennek keretében a legfőbb fejlesztési elem az egy új tömbépületnek a kialakítása, tehát a meglévő hotelépület mellett egy új betegellátásra szolgáló, a diagnosztikai tömbnek, a műtőknek, az intenzív osztálynak, egy nagy járóbeteg ellátó részlegnek helyt adó új tömbépületet tervezünk, összekötve több szinten a meglévő hotelépülettel. A világnapjához kapcsolódóan az első év az még csak a tapogatózás éve volt, akkor még házi állatokkal, a mesebeli állatokkal, ami a gyerekekhez közelebb áll, olyan dolgokkal próbáltunk foglalkozni. A kerület többi intézményével is felvettük a kapcsolatot, iskolákkal, mindent, ami mozgatható volt, megpróbáltunk bevetni abban az évben, és ez a próbálkozás nagyon jól sikerült. A következő évben, ugye azt mondják, hogy az ismétlés a tudás anyja, de ugyanazt mindig nem lehet adni.